Szép napot, Szatmárinóra vagyok. Elérkezik egy új hét, és nem csak új hét, hanem egyenesen új hónap, hiszen beköszönt május hava. Attól viszont nem térek el, hogy erre a hétre is kap minden csillagjegy egy tarólapot, kielemzem, és remélem, hogy hasznotokra lesz. Na nézzük, hogy a május elsőjével kezdődő hétre milyen lapot kap a kos. A főpapnő. A főpapnő képes a gyógyításra, mások felemelésére, a bizonytalanok útba igazítására. Ennek megfelelően te, kedves kos, most tele leszel függetlenséggel, függetlenségi vágyjal, segítésre való vágyjal. Senkitől nem akarsz egyébként útmutatást kérni, adni viszont szívesen adsz. Nem akarsz tartozni senkinek, viszont szívesen adsz, adakozol, hogyha erre módod nyílik. Kifejezetten ajánlom neked ezekre a napokra azt, hogy fejleszd az intuitivitásodat. Amit a belső hangod súg, azt feltétlenül fogadd meg, nehogy elhesegesd az üzenetet. Csak kérned kell a láthatatlan erőket arra, hogy a materiálisan talán kevésbé körülírható hírekhez, információkhoz hozzájuthass. A főpapnő képességével és erejével pontosan fogod azt tudni, hogy a már kimondott és a még kimondható igazság az most nagyon fontos, nagyon mérvadó, úgyhogy hegyezd a füledet, tartsd tágra nyitva a szemeidet, mert olyat is megtudhatsz és olyat is megláthatsz, amit egyébként máskor nem feltétlenül. Mindemellett és legutolsó sorban egyszerűen csak tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy mely az az életterület, vagy melyek azok az életterületek, amelyeken egy ideje hagyod magadat befolyásolni, irányítani, ahelyett, hogy spontán lennél. Ha megérkezik a válasz saját magadtól, arra figyelj oda, és feltétlenül cselekedj annak megfelelően. Nézzük, hogy milyen lapot kap a bika. A csillag. A csillagkártya arra utal, hogy olyan dolgokat, feladatokat tervezel végrehajtani, vagy útnak indítani, amik a távoli jövőben nyúlnak, és pozitív alakulásukat igazából tök jogosan remélheted. Beletetted az időt, beletetted az energiát, úgyhogy ideje annak, hogy megtérüljenek a befektetéseid. A csillaglap egy adott feladat korai szakaszát jelzi, talán még nem is vagy teljesen tudatában annak, hogy a tevékenységed milyen messze menő eredményeket kínál neked, de csináld tovább, ne állj meg, és ne hagyd azt se, hogy bárki lebeszéljen bármiről. Ki fogsz jutni a sötétségből a fényre, és meg fogod tudni valósítani azt, amit tervezel. Ráadásul a későbbi időkben, amikor majd visszatekintesz erre a hétre, és az ezen a héten elvégzett feladatokra, akkor azt fogod mondani saját magadnak is, hogy Istenem, de jó volt erre az ismeretlen ösvényre rálépni, érdemes volt felfedezni, hatásos volt, eredményes volt. Na nézzük az ikrek lapját. Az uralkodó. Az uralkodóval mi a legfontosabb üzenet az ikrek számára? Te vagy az uralkodó, te önnön magad uralod az életedet, a cselekedeteidet és a gondolataidat. Ez alap egyébként mindenképpen erősíti az elhivatottságodat, a határozottságodat. Emellett egyébként jelölhet egy külső segítőt, aki jó eséllyel egyébként egy férfi lesz, valamilyen formában megsegít, fölemel, irányt mutat, vagy ad egy kulcsot a kezedbe, ami a következő ajtót nyitja számodra. Általában úgy szoktam fogalmazni, hogy ha ez nem egy férfi, akkor viszont egy meglehetősen eltökélt, erős, ambiciózus, itt-ott férfias jegyeket magában hozó nő is lehet egyébként a segítő. Egy biztos, nálad valamilyen formában tapasztaltabb az adott területen, az adott kérdéskörben, így nagyon-nagyon komoly támaszoddá válhat. Ez alap emellett egyébként azt is üzeni, hogy az aktuális döntéseid során mindenképpen maradj racionális, nem kockáztathatsz, és főleg nem nagyot, nem kockáztathatsz, nem engedheted meg magadnak azt, hogy az érzelmeidet engedd szabadon, és az érzelmeid vezéreljenek valamilyen irányba. Elsősorban a logikára, a józan észre, és kimerem mondani bátran, a józan paraszti észre hallgass. Na nézzük, milyen lapot kapnak a rákok. Ez a főpap lapja. Ezekben a napokban a főpap lapjának energiájával képes leszel egy kicsit talán lassú, de mégis látványos és nagyon fontos átalakulásra.
olyan leszel, mint a kígyó, ami levedli a bőrét, és ettől ugye eleinte persze sérülékenyebbé válik, mégis épp ezáltal lesz a későbbi időkben sokkal erősebb, sokkal tapasztaltabb, fejlettebb. A nagy feladat az, hogy keresd önmagadat, feltétlenül derítsd fel azt, hogy neked miről kell ezt a bizonyos bőrt, ezt a bizonyos plusz réteget lerántanod, lehántanod. Mert bármilyennek is nézzenek ki az aktuális körülményeid, azért azt tudnod kell, hogy egy főpaplappal mindenképpen stabil talajon állsz, tehát itt nem idog alattad a talaj. Ha kimersz bújni a csigaházadból, akkor tulajdonképpen önöd magad keresése, kutatása, a jövőd feltérképezése segít abban, hogy egy kicsit mélyebbre juss önmagadban, meglásd azokat a kérdéseket, válaszokat, amik benned vannak, nem pedig odakint. A lelki mélységbe való bejutással ugye különféle függő kérdésekre is válaszokat találhatsz. Magadtól kapod meg egyébként ezeket a válaszokat, nem pedig másoktól, ugye ez egy mindig nagyon fontos üzenet, egy főpaplapjával különösen, és olyasmire is rádöbbenhetsz most ezekben a napokban, hogy mi az, amit meg kell tanulnod, és mi az, amin módosítanod kell ahhoz, hogy valamilyen formában előrébb juthass. Nézzük az oroszlán lapját. A nap. A naplapja nyilván bárki számára örömöt hoz, hát most az oroszlánoknak fog nagyon-nagyon kedvezni. A nap megjelenése életörömöt, vitalitást, elhivatottságot, bizakodást ígér, és képes leszel oroszlánként tisztán látni a saját aktuális helyzetedet, a körülményeidet. Szerintem nagyon jól fogod tudni mérlegelni az emberi kapcsolataidat, és azt is, hogy mi az, ami egyébként jelen pillanatban kellemetlen, vagy épp fájó számodra. A jó hír az, hogy a nap mindig süt a fejed fölött, gyakorlatilag megszünteti a sötétséget, elűzi a kísérteties félelmeket, és mindenképpen segít egyfajta újjászületést, átformálódást. Arra ösztönölsz, hogy kibontakoztasd a rejtett képességeket, hogy igent merj mondani olyan kihívásokra, amikre eddig talán még sosem tetted meg. A nap egyfajta megváltást is magával hoz, mert hogy utat mutat a sötétségből a napfényre, és nem csak az odavezető utat mutatja meg, hanem tulajdonképpen valamiféle szerencsés fordulattal is együtt jár ez a folyamat. Egy biztos, bármi is legyen most az aktuális célod, el tudsz jutni a vágyott célszalagig. Nézzük a szűzlapját. A mágus. A mágus lapjával ezen a héten nagyon sok energiát, inspirációt, intuíciót kapsz. A mágus hatására eltökélt leszel, kitartóvá válsz. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy nem kell kényszeresen a célokat kergetni, és bármi áron a célszalagot átszakítani. Mert hogy a mágussal az erőszak és az akarnokság nem fér el egy lapon, egy tányéron vagy egy tálcán. Úgyhogy épp elég az, hogy eltökélt leszel, elhivatott leszel, mert ezek a képességek pontosan ahhoz segítenek hozzá, hogy addig tudj eljutni egy adott út során, amennyit meg tudsz csinálni, amit el tudsz viselni, amennyit fel tudsz dolgozni, amennyit be tudsz építeni az életedbe. Gyakorlatilag azt mondom, hogy át tudod szakítani a célszalagot, de azt ne azon az áron tedd, hogy bizonyos feladatok vagy bizonyos lépések egy adott teljes feladatsorból kimaradnak. Tehát nyugalom, türelem, minden meg lesz a maga idejében. Ezen a héten annyit tegyél meg, amennyit tényleg el tudsz viselni, és amennyire képes vagy. Tulajdonképpen azért a mágus lehetősége az is, hogy egyfajta választási lehetőséget kapj az élettől, el tud dönteni, hogy mi az, amit akarsz, mi az, amit nem akarsz, ki akarsz-e lépni a fényre, vagy maradsz ugye az egyoldalú sötétségbe. Látod is a hátterét a mágusnak, hogy az egyik oldalon a világosság, a tűz adja a lehetőséget, a másik oldalon meg ugye a víz, a sötétség, az éjszaka lehetősége adatik meg. Nyilván mind a kettőben megvan a potenciál, de azért, ha már dönthetünk, hogy melyik fele megyünk, akkor nyilván a saját helyzetünkhöz képest próbáljunk a legmegfelelőbb felé menni. Mit tehetsz meg ezen a héten a sikerért?
Azt, hogy használod az eszedet, a megszerzett tapasztalataidat és az alapvető készségeidet. A tudás, amit hosszú éveken keresztül összegyűjtöttél, azt most gyakorlatilag iszonyatosan jól tudod használni, nagyon hasznosan tudod a magad javára fordítani. És ha nem csak a magad javára akarod fordítani, akkor legyél bátor és adjál ebből a tudásból másoknak is. A mérleg lapja az uralkodónő. Ezzel a lappal azt kell tudnod, hogy úton vagy, jó úton vagy, feltárhatsz különféle titkokat, megértheted az érthetetlent, megkaphatod a válaszokat a régóta meglévő kérdésekre, és nyilván az uralkodónő lapja ugye egy olyan típusú személyiség, ami azért általában egy női jellegű energia, úgyhogy épp ezért, ha férfiként hallgatsz most engem, akkor nézz körbe a környezetedben, mert egészen bizonyos, hogy van olyan nő, akitől tanulhatsz, kérdezhetsz, aki utat tud neked mutatni, és meg tudja azt mondani, hogy merre felé kell elindulnod ahhoz, hogy bizonyos dolgok egyszerűen sokkal jobbá váljanak az életedbe. Azért azt se felejtsük el, hogy gyönyörű, termékeny, eredményekkel teli közegben ül az uralkodónő, épp azért, ha szükséges, akkor le tudod szakítani a hátad mögött lévő almafáról az almát, tudsz sütni a kezében lévő kalászból egy kenyeret, mondjuk úgy, hogy éhes nem maradsz, és ugye ott van a gazdagságot jelölő páva is. Ezek mind-mind jelzik azt, hogy ez az uralkodó nő tele van kreativitással, alkotókészséggel, és bizony eljutott valahonnan valahova az eredményig. A Skorpió lapja. No, mi lesz az? A bolond. Na nézzük. A bolond lapjával igenis azt mondom, hogy legyél szabad, bátor, független, és vállalj kockázatot. Igen, sok más üzenettel ellentétben itt kifejezetten azt mondom, hogy bármilyen formában, bármilyen életterületen vállalhatsz nagyobb léptékű kockázatot. Ugyanakkor ahhoz, hogy a kockázatot vállald, és az sikert érjen el, hát igen, ki kell lépni a komfortzónából. Jó lenne, hogyha mi hamarabb körbenézni, hogy hol van gyenge pontja a te általad fölépített falaknak, hol tudsz falat rombolni, vagy esetleg hol van már eleve nyitott kapu, hiszen simán lehet, hogy ilyen is létezik az életedben, csak át kell lépni a küszöböt, hallgass a belső hangra, az intuíciódra. Tudd, hogy ezzel a lappal bármire képes vagy, viszont nagyon fontos, hogy egy kicsit távolodj el a külvilág zajától, legyél nyugodtan egy picikét egyedül, hogy meghallgassd és meghallhassd a belső hangod üzeneteit, és arra reagálhass is megfelelően. Ha erre képes vagy, akkor rájössz, hogy merre mutat a te útirányjelző táblád, így pedig készen állsz egy új kezdetre, egy jelentős ugrásra, merd belevetni magadat az életbe, az élet egy vadonat új területére. Annyi laslapja. A torony. Ezen a héten a vélt biztonság hirtelen, akár teljesen váratlanul meginokhat, és az, amit nagy valószínűséggel eddig is tudtál, de lehet, hogy jó alaposan eltitkoltad még saját magad előtt is, egyértelművé válik. A szűkre szabott keretek ledőlnek, első látásra pedig egészen drámainak tűnhet az a változás, ami előtted áll. Összedőlhetnek az eddigi meggyőződések, az eddigi ideológiák, olyan dolgok hullhatnak porba, amik után lehet, hogy azért sírdogálni fogsz egy kicsit. Könnyen lehet, hogy azt fogod érezni, hogy az eddigi biztonság, amit biztonságként éreztél és annak kezeltél, egyszer csak így hús, megszűnik. Azt mondom, hogy az, amit védelemként eddig számon tartottál, arról lehet, hogy kiderül, hogy ez nem is védelem, hanem sokkal inkább egy gát, vagy egy akadály, hogy egy célt megvalósíts. A helyzet, ami utolér, és amivel szembesülnöd kell, kimondom bátran, függetlenül attól, hogy nem örömteli ezt kimondani, akár húsba vájóan fájdalmas is lehet, és valamiféle veszteséggel is együtt járhat. Semmi nem fog változni, ha nem rombolsz porrá bizonyos folyamatokat, és ennek most van itt az ideje, mert hogy csak a porrá rombolt élethelyzetek után jöhet a megtisztulás és az elkerülhetetlen újjászületés.
Igen, néha konfliktus kell ahhoz, hogy a változás megérjen, és megmerjük azt kockáztatni, hogy új útra lépjünk, de gondolj arra, hogy minden rombolás után építkezés következik, fordítva nem működik. Tehát először rombolunk, először, de mondhatom más szimbolika rendszerrel, tele van a kosarad, most szedjél ki a kosárból egy csomó dolgot, hogy új dolgokat tudjál beletenni, és akkor a te rendszered is egyébként tök jól fog működni, és akkor a tornyot nem valódi toronyként, valódi bajként fogod megélni, hanem áldásként, hogy jaj, de jó, végre ezen az adott helyzeten túl tudok lépni. Na nézzük a baklapját. A kísértés. Hát igen, muszáj szembesülni a kellemetlenebb oldaladdal, mert hogy olyan nincs, hogy valaki csak tökéletes és hibátlan. Az is ott van benned a fény, és bizony ott van benned az árnyék is. Mindegy, hogy ezt jónak vagy rossznak hívjuk, negatívnak vagy pozitívnak, fehérnek vagy feketének, ez mind te vagy, tehát van kellemetlenebbik éned. És ezt most meg is fogod tapasztalni. Az a kísértés, ami ezen a héten utolér, az vigyázz, mert akár a mélybe is beleránthat, megmutatva neked azt, hogy milyen sötét a pokol, mennyire könnyen lehet elveszíteni kontrollt, tudatosságot, és milyen elképesztő könnyedén lehet sútba dobni elveket, véleményeket, hitrendszereket. Pedig eddig mindig azt mondtad, hogy ez fehér, és most hirtelennyében az fog kijönni belőled, hogy dehogy is, ez fekete. És ez a fajta változás, ez soha nem esik jól az emberi léleknek. Amivel szembe találod magadat, az ezért egy erőteljesen kétszínű ellenfél lesz, legyen ez akár egy tárgy, egy ember vagy egy élethelyzet. Például meglátsz egy hirdetést, amiben valami olyan van, amire iszonyatosan régóta vágyakozol, de például nem engedheted meg magadnak anyagilag. És akkor is tűzön vizen keresztül valahogy megoldod azt, hogy a tied legyen, aztán viszont lehet, hogy meg fogod bánni, mert kiderül, hogy nem tudod fizetni, sokba kerül a fenntartása, és ezek óriási problémákat okozhatnak az emberek életébe. Aztán olyan is lehet, hogy megveszel valamit első felindulásból, mert hely, de csinos az a kabát, aztán a következő nap már látod, hogy úristen, van másik három kabátom, minek nekem ez a kabát? És megint csak a nyűgöt hoztad a saját magad számára. Úgyhogy a legjobb, amit tehetsz, hogy ellenállsz mindenféle elképesztő kísértésnek. Érjen az utol egy munkahelyi, egy szomszédi, vagy épp egy családi körülményben, vagy egy boltban, ahol ugye valamilyen elképesztő vonzás akar magában rántani. Állj ellen minden kísértésnek, és ne hagyd, hogy valami vagy valaki berántson a sötétbe. Nézzük a vízöntőlapját. A feltámadás. Hát egészen bizonyos, hogy új formát ölt a további életed. Nyilván az a kérdés, hogy vajon mindenkinek lesz-e ahhoz bátorsága, hogy módosítson a pillanatnyi körülményein, vagy csak néhány kiváltságosnak kínál perspektívát ez a feltámadás lap. Tedd föl magadnak azt a kérdést, hogy melyik csoportba akarsz tartozni. Abba, aki struccpolitikát folytat és nem csinál semmit, vagy abba, aki azt mondja, hogy mindent félrerakok, mindent levetek magamról, mindent levedlek magamról, és elindulok egy vadonatúj úton. Döntsd el, hogy megelégszel a kevéssel, azzal, amit már ismersz, ami tulajdonképpen már a birtokodban van, vagy most lesz bátorságod ahhoz, hogy kilépj a saját árnyékodból, és valami elképesztően jó dolgot hajts végre. Egy biztos, ha csinálsz valamit, ha nem, mindenképpen jelentős változást ígérnek a következő napok, de kiaknázni a lehetőséget, szó szerint komoly merészségre van szükség, úgyhogy érett és megfontolt döntést kell hoznod, olyat, ami megmutatja az elkötelezettségedet, és emellett a teljes odaadást is kéri tőled. Igen, legyél odaadó, legyél elkötelezett, és egyszerűen akkor nem érhet bántódás, hanem jön a siker és jön az öröm. Az utolsó lapunk a sorskerék, a halaknak szól. A sorskerék lapja sok más tarópakliban, inkább a szerencsekerék nevet kapta. Én nagyon tudatosan választottam a sorskerék elnevezést, mert ugye a szerencsét nagyon sokan csak lottóötösben, vagy valamilyen ilyen különleges, nagyhatalmú dologban tudják mérni, miközben szerintem a szerencse nem önmagában a pénz, a nyereség, vagy a szerelem, vagy valami, amit munkanélkül meg lehet szerezni, hanem a szerencse az, hogy
élünk, létezünk, egészségesek vagyunk, jól vannak a gyermekeink, a társaink, a szüleink, el tudunk utazni néha valahova, ki tudjuk fizetni a számláinkat. Szerintem ezek sokkal fontosabbak szerencse szempontból, mint a lottóötös. Egy biztos, továbbra is mindenki maga irányítja a sorskerekét, mindenki számára nyitott a kapu, ami elvisz a tanulásig, a tapasztalatszerzésig, a megértésig, és nagyon fontos, hogy próbáld meg elfogadni azt, ami körülötted van, és főleg az embereket próbáld meg elfogadni. A te kezedben van az irányítás gyeplője, és igenis hibás szemlélet az, ha azt mondod, hogy mások irányítják a sorsodat. Nem igaz, van választásod, mindig van választásod, mindig van másik lehetőség. A kérdés az sokkal inkább az egy ilyen szituációban, hogy a felbukkanó válaszutak és lehetőségek összefüggésében és átlátása során merre és milyen sebességgel indulsz el, hogy lendülettel indulsz el, vagy csak cammogsz egy adott úton. Ha lendülettel indulsz el, biztos, hogy messzebbre jutsz, ha csak cammogsz, akkor viszont ne csodálkozz azon, hogy megint nem jön létre semmi különleges dolog az életedben. Úgyhogy struczpolitika elfelejtve, éljetek, legyetek boldogok, örömteliek, és a lehető legjobbakat kívánom mind a 12 jegynek. Örömteli május kezdéssel egyetemben. Szép napot!